A sorozat címe az, ha jól mondom, hogy bibliai igazságok más szemmel. Hát ez a más szem most az evangélikus szem. És hát mindenképpen ez arról szól, arról kell, hogy szóljon, hogy milyen különbségeink vannak, mivel hát más szemmel nézzük a Bibliát és a világot és egymást is. Evangélikus vagy református szemmel, ez nem ugyanaz. Hát akkor most gyorsan egy bevezető kérdésem, csak azért, hogy mindnyájan dolgozzunk. Mióta először eszük be evangélikus-református különbségként? Miben különbözünk? Nem kell nagyon a mélyére menni a dolgoknak. Én is ezt tanítottam, amíg nem jöttem Györkönybe, ahol az evangélikus templomon ott van a csillag. Ostya és a kenyér, jó. Tehát az úrvacsoránál van valami. Oltár. Énekeink. Énekek. És a liturgia. Liturgia, nagyon jó. Belemelegszünk, ám szépen jönnek elő a dolgok. Szakmánál maradva a Lutherkabát és a palás. Nagyon jó. Úgy körülbelül szó lesz ezekről is. De először énekeljünk együtt, mert tudunk ilyet is. Van nekem ilyenem is. De inkább a magamét veszem elő. Ha jól nézem, a 167-es a református énekeskönyvben, csak egyetlen verszakot énekeljünk. 167-es, mindjárt ellenőrzem, hogy jól értem meg. Jöjj, mondjunk hála szót. Kedves kollégámat megkérem, hogy vezesse a református éneket. Dicsérjük Isten szívvel, szájjal, lélekkel, ki nagy dicsi dolgot cselekszik mindenekkel, ki bölcsöntől fogva minden lehetne, hogy itt befejezem, és azt mondom, hogy ennyi. Ennyi a különbség köztünk. Szépen éneklünk együtt, és más szöveggel, de mégis ugyanarról. Nem véletlen volt, természetesen direkt volt, hogy nem a református szöveget énekeltem, nem tiszteletlenség, tehát ha valaki így vette volna, bocsánatot kérek, de milyen jól mutatja, hogy ezek vagyunk mi. Együtt éneklünk, és mégis valahogy máshogy, ugyanarról. A mai napnak, mai estének a címe, egység vagy kétség. Egyek vagyunk, tanításban, gondolkodásban, hitben, vagy kétségeink vannak az egységünk, az összetartozásunk, az azonosságunk kapcsán. Érdekes a kérdés, mert egy-két előadást, tanulmányt megnéztem erről, ilyen rövid lélegzetű dolgokat, és megmosolyogtató volt, hogy kínlódnak az okosok, hogy elmondják, hogy mi a különbség köztünk. Van, aki felsorolja szépen nagy lendülettel az azonosságokat, amiben egyetértünk, és aztán rátér a különbségekre, és minden pontnál kiderül, hogy nincs is. Vagy legalábbis csak egy árnyalatbeli egész kicsi. Például
a hitvallásukkal kapcsolatban mondja, hogy hát biztos, hogy itt van a legnagyobb különbség, ugye hát elevált a helvét hitvallás, meg a heidelbergi káté, és mellette az ágostai hitvallás, meg Luther káté, a kicsi, meg a nagy káté. Hát rögtön micsoda különbség, aztán amikor belenézünk, akkor kiderül, hogy még sincs olyan sok különbség. Valóban úgy lehet ez, mint ahogy az ének is mondja, hogy ő a fény mi színei, tehát, hogy árnyalatbeli különbségek vannak, színbeli különbségek vannak köztünk. Azért is nem lehet kiragadni egy-egy témát, hogy mondjuk beszéljünk a Biblia értelmezésének különbségeiről a két egyházban, mert erről két perc és kész. Vagy kiderülne, hogy elmondjuk, hogy mit mond a református egyház, mit mond az evangélikus egyház valamiről, és már unnánk, mert szinte ugyanazt hallanánk vissza. Tehát ha különbségekről van szó, akkor egy átfogó, általános képet lehet ajánlatos inkább adni. Két egyházat úgy is mondhatnánk, hogy csak egy hajszál választja el egymástól, és nem csak a két egyházat, hanem engem is a református egyháztól. Az a hajszál a szüleim egyessége volt, az én református édesanyám és az evangélikus édesapám egyessége. Ugye a lányok általában az édesanyja vallását viszik tovább, de mivel főleg, ha egy református lelkész is van a közvetlen családban, a nagybátyám, de édesanyám evangélikus gimnáziumban járt, ezért ismertes, hogy szerette az evangélikusokat, közelebb állt ő az evangélikusokhoz, mint édesapám a reformátusokhoz. Hát így megmenekült az evangélikus egyház egy újabb szoknyás paptól, nem tudom, hogy mennyire szeretik a reformátusoknál, de így az evangélikusoknak jutottam. El kell, hogy mondjam, bár lehet, hogy nem tartoznom szorosan ide, de sokszor közelebb van a református és az evangélikus egyház, mint az evangélikus és az evangélikus egyház. Annyira megdöbbentett két évvel ezelőtt a történés, hogy azóta is sokszor eszembe jut, és hadd mondjam el itt is. 2009. augusztusában az amerikai evangélikus luteránus egyháznak a nagy gyűlésén arról tanácskoztak, hogy a homoszexualitást elfogadhatják-e, mint általános gyakorlatot az életben, és aztán később a lelkészi életben is ugyanerről tárgyaltak, hogy a lelkészeket elfogadhatják-e így. És akkor szemléltető eszközt is hoztak. Az történt, hogy amikor a törvényjavaslathoz beadott módosító indítványokat kezdték tárgyalni, akkor a városra hatalmas tornádó érkezett, megrongált azt a konferencia központot, ahol a gyűlést tartották, és a mellette levő templomot is. Én körbeadom a képet erről a templomról a tornádó után. Fogják látni rajta, hogy hát kereszt van a templomon. A tornádó után szépen lefordult. És még akkor is voltak, ami drága evangélikus amerikai egyházunkban olyanok, akik azt mondták, hogy lám fúj a Szentlélek szele. Megdöbbent. Azokban a pillanatokban, amikor erről tárgyaltak, jött a tornádó. Szóval akkor már inkább a nagy dorogi reformátusok, mint az amerikai evangélikusok. Na de hát, ezek után megkérdezhetjük, hogy akkor lépjünk unióra? Akkor legyünk egy egyház, hogyha egy azonos területen élve ilyen közel vagyunk egymáshoz, akkor most miért nem vagyunk mégis egy egyház? Hát létezik ilyen, hogy protestáns egyház. Bizonyos területeken szerte a világban csodálkoznak is, hogy mi az, hogy református meg evangélikus. Hát miért nem protestáns?
De olyan is van, amikor a református és az evangélikus egyház összekapcsolódik, és az egy meg egy különös matematikával egyenlő lesz hárommal. Mert akkor lesz egy református, lesz egy evangélikus, meg lesz egy uniált. Szóval lehet, hogy mégiscsak jobb így maradnunk. Na, hogyan nézzük más szemmel mégis ugyanazt? A különbségek talán először a nevünkben mutatkoznak meg. Hát az egyiket evangélikusnak hívják, a másikat meg reformátusnak. A református az tulajdonképpen bővített evangélikus, mert az evangélium rendje szerint reformált egyházat jelent. De hát nem hívhatják a kettőt ugyanúgy. Akkor a reformátusoknak maradt ez a név, nekünk pedig az evangélikus, ami nagyon szép, amit az evangélikus honlapunk ki is használ, és így reklámozza magát, hogy nevünkben az örömhír. Nagyon szép. Örülök neki, hogy ennek az egyháznak vagyok a tagja, természetesen mindenki örüljön a magáinak. De hát hadd lehessen egy kicsit mosolygósabb témákat is megpendíteni. Örülök annak is, vagy azért is örülök, hogy evangélikus vagyok, mert ennek az egyháznak a nevét még nem hallottam kifigurázni. A reformátust igen, a katolikust igen, az evangélikust még nem hallottam, hogy viccet csináljanak belőle, akármilyen jó szándékkal, vagy vidám kedvel is. No de szembetűnőbb, hogyha az evangélikusok nem méltóak erre a névre. A református nyilván méltó rá, mert a reformáció elvei alapján megtagadt sok mindent az addigi, most katolikusnak nevezett egyházból. Hát persze, hogy külsőségekben is és a hitében is más, tehát református. De ha az evangélikus nem az örömhír továbbadója, vagy nem látszik rajta, hogy neki örömhíre van, akkor már megtagadja a nevét. Sokkal könnyebb szégyenbe hozni egy evangélikusnak az evangélikusságát, mint egy reformátusnak a reformátusságát. No, elhangzott, hogy mások a templomaink. Nem csak kívülről, hogy mi van a tetején, bár ez is bizonytalanná vált, ahogy mondtam, hanem belülről is. Ugye az oltár, az orgona. Aztán mások az ige hirdetéseink. Talán egy betérő embernek ez tűnik fel először, bár ebben is nagyon sok hasonlóság van már, egyre inkább közeledünk egymáshoz, de egy külső véleményt hallva mégis azt kell mondanom, hogy még mindig így van a köztudatban, hogy a református ige hirdetés az ön kenetteljesebb, az egy kicsit régiesebb, kegyesebb szóhasználattal felépített veretes beszéd. És ahogy ez az említett külső szemlélő mondta, ő úgy látta, hogy az evangélikusok a szószéken akár sokkal könnyebben mondanak egy viccet, vagy papírt hajtogatnak, vagy gyufát gyújtanak, vagy ilyesmi. Tehát próbálják egy kicsit mozgalmasabbá tenni az ige hirdetést, hogy jobban oda lehessen rá figyelni. Én magam is vettem részt olyan alkalmon, ahol a fontos beosztású evangélikus lelkész kollégám szinte oda esett a szószékhez, és rendezgett ott a papírjait, mint ahogy én az előbb itt a templomok képét kerestem, és nézi, hogy hol van, hát elveszett, hát mindjárt egy pillanat közben megcsörrent a telefon, és beleszólt, hogy most nem érek rá, most prédikálok. És hát nyilvánvalóan ez egy megrendezett dolog volt, de nagyon jól felkeltette az érdeklődést. Én néztem közben a többieket, hogy ki hiszi el, hogy ez igaz, és ki gondolja azt, hogy ez megrendezett, és ennek üzenete van. Nyilvánvalóan az volt az üzenet, hogy nem veszhet el az evangélium. Hányszor úgy megyünk akár a szószékre, vagy templom, hogy nincs meg, hogy minden más fontosabb.
Tehát lehet ilyet is. Talán az evangélikusok nyitottabbak erre, bár azért vannak jó példák a reformátusoknál is. Volt például egyszer egy olyan vendég ige hirdetőm, aki a reformáció ünnepén szlovákul kezdett beszélni, és jó hosszan, hogy a nép rájöjjön, hogy milyen bosszantó lehetett annak idején, amikor nem értették, hogy miről van szó. Jön a szószékről az ige hirdetés, és nem értem. Hát mosolyogból láttam, hogy értik, hogy miről vagy kiről van szó. Szóval én azt hiszem, hogy ha a múltunk más és az ige hirdetés kivitelezése kapcsán, nagyban hasonlítunk, egyre inkább hasonlítunk egymásra. Aztán ott van a papi öltözet, ahogy hallottuk. Érdekes, mert ez minthogyha ellentéte lenne annak, mint amit magunkról tudunk, vagy ami kívülről látszik rajtunk, mert hát az evangélikus Luther kabát, az egy zárt, az komor, olyan tudós talár, mert ugye Luthernek ez volt a professzori kabátja annak idején. A református palást pedig, hát mint amit a vállamra vetek, vagy félvárral, könnyedén, egy mozdulattal, és nyitott, mintha a szív nyitottságát is jelezné. Könnyedebb. Hát igen, ez olyan, mintha egy kicsit ellentéte lenne annak, mint amit belül érzünk. De hát hadd mondjak megint olyat, ami talán mosolyogni való. A református egyházban még bizonnyal nem fordult elő, hogy egy püspök azért szóljon a papjának, vagy intse, hogy azért a legnagyobb nyári melegben is a Luther kabát alá ne fürdőnadrágot vegyen föl. Ez is különbség. Na, komolyra fordítva a szót. Mindenek előtt azért tudnunk kell, hogy ez a két egyház nem külön vált, hanem külön fejlődött. Tehát nem arról van szó, hogy egyszer együtt voltunk, egyek voltunk, és aztán valami nézeteltérés miatt külön váltunk. Két különböző környezetben, helyzetben elindult ez a két egyház, a reformáció két egyháza. A különbségek alapjánál ott kell látnunk Calvinnak meg Luthernak a különbségeit is. Tehát az egyéniségüknek, a személyiségüknek a különbségén. Calvin a maga határozottságával, így mondja valaki, hogy a hiperkonzervativizmusával, a gerincességével, és mellette Luthert, aki szintén határozott és gerinces, de sokkal bohémabb, sokkal barátkozóbb, mint Calvin. Ugye neki sörfőzdéje van a házban, diákokat, vendégeket ültet az asztalához. Az asztali beszélgetésekben kicsit el is engedi magát, nem azt mondom, hogy részeges, de könnyedebben beszél, itt-ott még olyan kifejezést is megenged magának, amit Calvin bizonyára nem engedett volna meg. Tehát a két embernek a tulajdonságai, az egyénisége, illetve ezek különbsége is meghatározza a két irányvonalat. Látjuk majd később itt ott. A református tanítás szerint, hát majd ha rosszakat mondok, akkor javítsanak ki a végén. A református tanítás szerint, Calvin szerint, ami nincs a Szentírásban, az elvetendő. Az evangélikusok pedig azt mondják, hogy ami ellenkezik vele, az elvetendő. Azért ez különbség. Ha nincs benne, de nem ellenkezik, összeegyeztethető, akkor rendben van, jöjjön. És ezért is más a templom belsőnk is. Ezért maradtak meg itt-ott, hát főleg inkább talán a skandináv vidékeken, szobrok a templomban. A képekről nem is beszélve, mert az oltárkép azért nyilván megvan a legtöbb templomunkban.
nem ellenkezik. Tudunk úgy nézni egy-egy szoborra a templomban, hogy azt nem tiszteljük szentként, vagy az Úristen helyett. Tehát, ha összeilleszthető a tanítással, akkor maradhat is. Ami nem ellenkezik vele, az elfogadható. Aztán a Szentírásról. Az evangélikusok Luther alapján azt mondják, hogy a Szentírás minden íratában az az érdekes, ami Krisztusra mutat. Ami Krisztust prédikálja. Az Ószövetségben is. Mert hiszen ott van. Ott van már a mózesi könyvekben is. Ott van nyilvánvalóan a proféciákban. És mindenhol ott van. Amiben Jézust föl lehet fedezni, akár ígéretként, nyilván az Ószövetségben ígéretként van ott, az rendben van. Ami Krisztusról szól, az érdekes nekünk, és mindenben azt keresi, hogy mi szól Krisztusról, vagy hogyan szól Krisztusról. Tehát ez Luthernek egy radikálisan alkalmazott írásmagyarázati elve volt. A református egyházban pedig úgy érezzük mi kívülről, hogy az Ó és Új Szövetségnek sokkal inkább összhangja, vagy azonos hangsúlya van. Mi az Új Szövetség felől nézzük az Ószövetséget, kifejezetten keresve, hogy mi szól benne Krisztusról. Az alapigéink is, a prédikációs alapigéink is leginkább Új Szövetségiek, és mintha ez két egyházban ilyen formán különbség lenne. Aztán a teológia területén Calvin megalkotta a maga nagy rendszerét, egy hatalmas gondolati katedrálist épített az institúcióval. Előadásain szinte végig magyarázta a Bibliát, szinte minden könyvet. Luther pedig egészen más. Luther kevesebb könyvet magyarázott, és többször is. Azt a kevesebbet többször és hosszabban. Mintha mindig tudott volna valami újat mondani róla. Tehát megint elővettem, mert megint valami mást, valami más szempontot akart róla elmondani. Calvinnak megvolt a maga felépített gondolati rendszere, Luther viszont mintha egy kicsit szabadabban gondolkodott volna, nem kötötte meg magát ilyen rendszerekkel. Azt is mondhatnánk ennek alapján, hogy hát akkor valószínűleg Luther kisebb kaliberű ember volt úgy agyilag, mert hát nem alkotott ilyen nagy rendszert, mint Calvin. Nem tudta úgy rendszerezni a gondolatait, a tanítását. Hát ez az egyik megközelítési mód. A másik pedig, ami természetesen nekem sokkal elfogadhatóbb, hogy nem bénítja ilyen rendszerekkel Luther a megváltásnak és Isten művének a dinamikáját. Nem csökkenti a lendületét. Nem akarja bezárni egy gondolati rendszerbe. Nem akarja beszorítani. Luther azt mondja, hogy nem kell nekünk mindent megmagyarázni. Hát, szabad a gondolat, szabad az Úristen. Persze ennek alapján sokkal nehezebb dolga van annak, aki Luther tanításáról akar bármit mondani, mint aki Calvinéről. Mert a nagy egészet rendszerbe foglalva Luthernál sokkal nehezebb összeszedni. Aztán, ha Calvinról beszélünk, akkor nem lehet nem megemlíteni azt, hogy Soli Deo Gloria. Egyedül Isteni a dicsőség. És akkor mellé állíthatjuk Luthert, aki azt mondja, hogy Solus Christus. Itt megint ez a kettős különbség, ugye Luther teljesen Jézusra fókuszál ebben a két kijelentésben is ennek a különbségét látjuk. Soli Deo Gloria, tehát egyedül Isteni a dicsőség a teremtésért, a megváltásért, az életért, az élet ajándékaiért, mindazért, ami ezen a világon történik, ami az életünkben alakul, mindennek a hátterében az Isten van, övé legyen a dicsőség. És valahogy ennek jegyében került ki Calvin döntése szerint a templomból a kép is, meg az orgona is.
mert nem a művészeknek jár a dicsőség, hanem az Istennek. És akkor ott ne legyen más, ami elvonja a figyelmet, meg ezt a dicsőséget. Nem más dicsérjünk, nem másnak az alkotásaiban gyönyörködjünk, akármilyen szép zene is az, vagy kép, mert egyedül Isteni a dicsőség. És akkor miért van mégis az evangélikusoknál zene is, meg kép is? Hát mi azt mondjuk, hogy a művészet is az Isten dicséri. Tehát nem elveszi az Istentől a dicsőséget, hanem ez is őt dicséri. A cél ugyanaz, csak éppen a megközelítő gondolat más. Mondom, Luthernál egy kicsit nehezebb rendszerezni a tanítást. Ugye Calvin azt mondja, hogy soli Deo gloria, és Luther pedig sorolja, mert nem csak arról van szó, hogy solus Christus, hanem arról is, hogy szól a scriptura, szól a grácia és szól a fide, tehát egyedül kegyelemből, egyedül hitáltal és egyedül a szentírás. Érdekes ezt a négyet így egymás mellett látva, és mindegyikhez hozzáfűzni, hogy egyedül. Hát ha már négy van, akkor hogy egyedül? És mégsem áll ellentétben, mert egyedül a szentírás alapján valljuk azt, hogy egyedül kegyelemből van üdvösségünk, egyedül hitáltal, és egyedül Krisztus szerezheti meg számunkra a belépés jogát az Isten országának. Tehát ez így sokkal nehezebben rendszerezhető, de mégis érthető és érezhető, hogy ugyanarról szól. Még ha négyszer hangzik is, hogy egyedül. Aztán ott vannak a hitvallások. Ebben is különbözőek vagyunk, nem csak azért, mert máshogy hívják, ugye erről már egy pár szót beszéltem, hanem ahogy a hitvallásainkra tekintünk. Már az apostoli hitvallásnál is, ami azért teljesen megegyezik, tehát ugyanazt a szöveget is mondjuk, és teljes hittel elfogadjuk, mégis máshogy bánunk vele. Tehát az evangélikusoknak teljesen természetes egy-egy alkalmon, hogy elhangzik, reformátusoknál nem hangzik mindig. Egyébként is a református hitvallások, vagy ezen a területen a református egyház nagyon sokszínű. Sokszínűbb, mint az evangélikus egyház. Mert hát különböző területeken, országokon, vidékeken születnek hitvallások, illetve a történelem során akár a reformáció idejéhez közeli időkben születtek hitvallások. Németalföldi, belga, holland, francia, skót, bázeli, zürichi, stb. Hitvallások. Lehet, hogy jobban ismerik, mint én, az egyszerű hívek is. Vannak sokszínűek, de talán nem olyan hangsúlyosak, mint nálunk. Az evangélikus egyházban, a lelkészi esküben is benne vannak a hitvallások, hogy annak értelmében, a szentírás alapján és a hitvallásaink értelmében hirdetjük az evangéliumot és tanítjuk a híveinket. Tehát hangsúlyosabb, fontosabb. Ez is a tiszta tanításért van, hogy nehogy félre magyarázzunk valamit, nehogy rosszul értsük a Bibliát, de lehet, hogy a református egyházban inkább benne van az, hogy ott van a Biblia. Hát ezt az magáért beszél. Mi még azért megtámogatjuk egy kicsit, hogy véletlenül se értsük félre. Tehát nem a szentírás helyett nyilvánvalóan, hanem amellett a helyes értelmezésért használjuk nagyobb hangsúllyal a hitvallásainkat, mint a református egyházban. Érdekes, hogy az első bevezető kérdésnél nem jött elő az a különbség, ami talán várható lett volna a tanítás területén, ez a predesztináció. Mert a köztudatban talán ez is erősen benne van. És mégsem olyan nagy a különbség, mint ahogy gondolnánk.
Calvin az evangélium ereje felől közelíti a kérdést. Hogy lehet az, hogy az evangélium eredménytelen? Hogy lehet az, hogy nem hisz mindenki? Hogy lehet az, hogy nem találja el mindenkinek a szíve közepét az evangélium, és nem hódol be rögtön az evangéliumot meghalva az Úristennek? Hogy nem lesz rögtön Krisztus követője? Miért nem hisznek sokan? Hát biztos nem azért, mert az evangélium gyenge. Hát ez nem lehet. Az evangélium az erős. Hát akkor csak az lehet a magyarázat, hogy így akarja az Isten. Hogy ne higgyen mindenki. Ez a calvini megközelítés. Luther nem az evangélium ereje felől vizsgálja a kérdést, hanem személyes oldalról. Onnan, hogy honnan tudom, hogy én is megváltott ember vagyok? Honnan tudom, hogy nekem is szól az evangélium, nekem is szólnak az isteni ígéretek? Honnan tudom, hogy én is hihetem azt, amit mond az Isten? Hogy mondjuk nekem is örök életem van. Hogy engem is megváltott Jézus. Honnan tudom? És Luther itt megáll, és azt mondja, hogy vigyázz, ember, mert ez csapda. Ez a kérdés maga a kísértés. Mert ezt már nem ismerhetjük. Ez már annyira az Isten hatalmába tartozik, annyira az Isten felhatóságának a területe, hogy oda ember ne lépjen be. Ez elől, a kérdés elől, ami csapda és kísértés, meneküljön az ember az Isten szeretetéhez, meneküljön Krisztushoz. Tehát Luther is látja, hogy Isten hatalma a kulcs ebben a kérdésben, hogy az Úristen rendezte ezt így valahogy, az ő kezében van a dolog nyilván, de nem próbál válaszolni a kérdésre. Meg se próbálja, sőt azt mondja, hogy meneküljön az ember. Ez a kérdés nem kérdés. Úgy se tudod rá választ. Ez az Isten felhatósága. És nem szégyeli, hogy nincs válasza. Nem akarja rendszerezni az üdvösség tanítását, vagy az üdvösségre jutásnak a módszerét, hanem azt mondja, hogy meg se próbálok válaszolni. Nem avatkozom bele. Aztán ott van még, mindig a tanításbeli kérdések között, fontos gondolat, a megigazulásról és megszentelődésről. Az evangélikusok azt mondják, hogy az Úristen megigazítja az embert, ajándékban megkapja az új életét az ember, újjá teremt az Isten, és aztán jó gyümölcsöt fog teremni, mint a jó fa. Mert a jó fa nem tud rossz gyümölcsöt teremni. Az újjá teremtett ember nem tud rossz gyümölcsöt teremni. Annak az élete eredményes lesz, annak az élete jó értelemben gyümölcsöző lesz. Nem tud mást. Illetve hát mivel emberek vagyunk, legalább ennyit finomítsunk rajta, hogy automatikusan törekszik rá az ember, a megváltott életű, újjáteremtett életű ember, hogy jó gyümölcsöt teremjen. A református megközelítés sokkal nagyobb hangsúlyt tesz arra, hogy szentek legyetek, mint ahogy én szent vagyok. Éljetek is a szerint. Tehát, mintha az életfolytatásnak, a magatartásnak, a tetteknek nagyobb hangsúlya lenne a református egyházban. Az ige és a szentségek mellett az egyház fegyelem hangsúlyosabb a református egyházban, mint az evangélikusoknál. Ami nem baj, de ez is különbség. Tehát mi azt mondjuk inkább, hogy az újjászületett ember magától teszi a jót, református szempontból pedig sokkal hangsúlyosabb az erre való biztatás. Ezért mi mindig odajuk adunk ki, akár egy-egy ige hirdetésben is, hogy a hitet erősítsük.
Nincs olyan ige hirdetés, vagy legalábbis a hangsúlyok mindig odafutnak ki, hogy tehát nem arra, hogy jobbítsuk meg az életünket, hanem hogy ehhez az erő ott van az evangéliumban. Tehát, hogy azt ragadjuk meg, és aztán ez működik bennünk tovább. Nem tudom, hogy mennyi ellenkezés gyűlik közben a hallgatóságban, hogy valamit máshogy gondolnak református oldalon, de majd szívesen meghallgatom. Úrvacsora. Elhangzott erről is egy gondolat a bevezető kérdésben. Minden csak úgy érintőlegesen próbálok megpendíteni. Ugye tudjuk, hogy Luther és Calvin nem találkoztak, nem vitáztak egymással. Zwinglivel annál inkább Luther. És amikor az úrvacsora értelméről, tartalmáról, lényegéről vitáztak, akkor Melanchthon közbeszólt, hogy hát ezek meg úgy tesznek, mintha tudnák, hogy hogy van jelen Jézus az úrvacsorában. Tehát Melanchthon nem vette magának a bátorságot, hogy tudja, vagy azt jelentse ki magáról, erről a két emberről pedig úgy érezte, hogy ezek tudják, csak éppen mind a kettő máshogy. Ez volt a kérdés, hogy ugye, hogy van jelen, hogy valóságosan jelen van-e Jézus az úrvacsorában. Ami közös, közösen megfogalmazható az úrvacsora tanításában, és meg is fogalmazták már eleink, az valahogy így néz ki, hogy Jézus önmagát adja az úrvacsorában, ezáltal bocsánatot ad, megszabadít a hitből való új életre. Megtapasztalni engedi, hogy testének tagjai vagyunk. Hát ebben nem lehet belekötni egyik oldalról sem. Csak hát mégis ott van a kérdés, ugye egy református léleknek bizonnyal nagyon nehéz lehet, vagy nem is akarja elfogadni azt, amit az evangélikusok vallanak. Mert hát ugye, mit látunk az úrvacsorában? Látjuk mi az ostját, ami ugye nem lényeges különbség, hogy kenyér vagy ostya, mert kovásztalan kenyér éppen olyan kenyérnek számíthat. Látjuk az ostját meg a bort, és mit vallunk? Hát azt, hogy ez Jézus teste és vére. Hát ez hogy mehet be egy ember fejébe, hogy ott van a kenyér és a bor, és én meg azt mondom, hogy ez Jézus teste és vére. Hát viszonyog az ember tőle, hogy hát akkor mi is az úrvacsora? Az első keresztényeket vádolták meg azzal, hogy kannibálok, hogy gyerekvért esznek, és gyerekhúst, gyerekvért isznak, és gyerekhúst esznek. Ugye valami kiszivárgott, hogy Isten fiának vére, tehát a gyereknek a vére és a teste az, amivel ők élnek ott a bezárt alkalmaikon. Viszonyog tőle az ember. Hát, mit vall erről egy evangélikus? Azt, hogy ha Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, és ez az én vérem, akkor az az. És miért kell nekem ennél többet érteni? Hát ki vagyok én, hogy mindent értsek az Isten dolgaiból? Jézus azt mondja, hogy ez az én testem, ez az én vérem. Jó, elfogadom. Nem értem, nem baj. Két kérdés lehet a konfirmációi vizsgán, amire azt lehet mondani, hogy nem tudom. Az egyik ez, hogy lehet, hogy az Jézus teste és vér. Nem tudom. A másik az, hogy mikor jön vissza Jézus. Nem tudom. És ez a jó válasz. A lényeg az, hogy az úrvacsora áldását, életújító hatását, a lelket felszabadító hatását érezzük. Akár a reformátusok, a református környezetben, vagy akár nálunk, és fordítva. Még egy gondolat, amit nem találtam leírva sehol, de a saját gyakorlatomban előkerült, hogy hogyan tekintünk a halottainkra. Legjobb tudomásom szerint a reformátusok nem imádkoznak a halottaikért. Mondván, hogy lezárult az élet, az utolsó szívdobbanással, az már nem javítható. Ítéletre kerül az ember, ameddig élt, addig volt lehetőség arra, hogy Istenhez térjen, hogy Krisztusban való hitre jusson, lezárult az élet, kész.
Ugye mi megtartjuk a temető Isten tiszteleteinket is itt a Minden Szentek Halottak Napja környékén, és tényleg mások az imádságaink a halottainkra gondolva, vagy akár a temetéseinken. Mert azt mondjuk, hogy miért ne lehetne kérni? Ha úgyis kegyelem az üdvösség, miért ne lehetne kérni? Igaz, hogy az utolsó szívdobbanásig van az embernek módja elfogadni az Isten üzenetét, kegyelmét, de hát minden ember bűnös. Hát nem a bűnöst akarom én megjobbítani az imádságaimmal, főleg nem azt, aki már meghalt, hanem az Úristent kérem, hogy legyen hozzá kegyelmes. És bizony a Bibliában is találunk olyan helyeket, ahol valaki a másik hite által kap ajándékot. Mert a másik kér neki valamit, és megkapja. Amikor a bénát oda viszi a négy barát leengedve a mennyezetről, a tetőről, a barátok hite miatt gyógyítja meg Jézus, illetve bocsátja meg a bűneit. És ugyanígy a százados szolgálja, vagy az asszony, aki a lánya betegségét viszi Jézushoz, az ő hitükért gyógyulnak meg azok, akik nem is kérik. Vagy legalábbis nem tudunk róla, hogy kérik. Tehát mi jó lelkiismerettel imádkozunk azért, és hogy a lezárult életeket mégis majd, ha eljön az ideje, kegyelmesen ítélje meg az Isten. Na hát még néhány szó, jellemző kifejezés. Ugye a reformátusok úgy élnek talán köztudatban, hogy nagyon, tehát még a puritanizmus határáig elmenően egyszerűek, társadalmi szerepvállalásuk talán nagyobb, mint a miénk, közügyekben aktívak, és a nemzeti jelleg is erősebb, mert a magyar vallás, a református vallás, ahogy halljuk itt-ott. Gazdasági érzékenység is talán jellemzőbb a reformátusokra. Az evangélikusok emellett a hangsúlyt talán inkább a családi élet, munka, ének és művészet szeretetre, jókedélyre, hilaritásra teszik. Tehát csak hangsúlybeli különbségeket találunk. Most már befejezem. Nagyon sok olyat mondtam, ami furcsa volt, vagy nem vállalják, hogy én azt mondom, hogy ilyen a református egyház, és nem olyan? Érdekes volt. No, hát egység vagy kétség, ne legyen kétségünk, hogy Krisztus követésében, Isten szeretetében és az írások tiszteletében egységben vagyunk. Őrizzük a színeinket, kiki a magáét, és ne vigyük tovább azt a régi hagyományt, hogy a római egyház együtt tudta támadni a protestánsokat, mi meg közben egymást. Ezt ne vigyük tovább. Legyünk ilyen formán egységesek, és inkább legyünk két olyan egyház, ami kívülről bár, de közeledik egymáshoz, mint egy uniált egyház, amiben széthúznak. Ez egy, az érzésem szerint sokkal jobb, sokkal célra vezetőbb felállás. Tehát inkább egység, mint kétség. A hitünk egytőről fakad, egy a cél is, amit követünk Isten országába. Csak egy út vezet. Evangélikusok, reformátusok is ezen az úton haladnak előre. Csak mi egy másik autóbuszra szálltunk, mint a reformátusok. Köszönöm szépen. Egy kicsit papos módon sokat beszéltem, de még az igének hagyunk egy pár percet. Fejből is tudjuk azt az egy énekverset, amit előtte elénekelnénk. Ez az Isten élő lelke, jöjj kezdetű ének, amit ugyanúgy tudunk énekelni. Csak egy verset. Isten élő lelke, jöjj!
szám, hogy felküldj el, tölts el tűzzel, Isten élő lelke jöjj, áldva szállj le rám. Szeretem a Bibliaolvasó útmutatót. Tudom, hogy reformátusok is olvassák itt ott. Ószövetség igét hozok belőle, a mai napra kiírt ószövetség igét, ennyi az egész. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Az 57. Zsoltár 3. verse ez. Mellém áll, írja az Istenről az ige. Kinek szól? Kinek ígéri az Isten, hogy mellé áll? A reformátusnak ígéri, vagy az evangélikusnak? Hát mivel Zsoltár versről van szó, egyértelmű a válasz, hogy ott még ugye, Isten egységes népének szólt az ige. Isten népének szól, mellém áll az Isten. Jó ezt együtt hallani és együtt örvendezni neki. A következő kérdés az lehet, hogy miben áll mellém az Isten? Hát akármiben biztos nem. A rosszban biztos nem. A gyűlölködésben nem. A bosszúvágyban nem. Ha ilyen jellegű kéréseim vannak, ugye mert arról van szó, hogy Istenhez kiáltok, és ő mellém áll, ha gyűlölködni akarok, ha a másiknak a kárát akarom, arra biztos nem vonatkozik ez az ígéret. Mint ahogy az egyszeri ember, amikor elpusztul a tehene, és kap egy lehetőséget, hogy kívánhat valamit, és nem azt kívánja, hogy éljen újra, hanem pusztuljon el a szomszédé is. Hát ilyenben biztos, hogy nem lesz partner az Úristen. Mellém áll, de miben? Aki a felséges Istenhez kiállt, az általában olyat kér, ami az Istennek is tetszik. Aki már imádkozik, az valószínűleg tudja, hogy mit kell, vagy mit illik kérni az Úristentől. Mi az, ami belefér az ő programjába, úgymond. És ha mégsem? Általában tudjuk, és ha mégsem? Én úgy gondolom, hogy őszinte nyílt imádságban, amikor az ember kitárja a szívét az Úristen előtt, akkor ebben az imádságban formálódik az ember. Formálódik a kérő is, meg a kérés is. És lehet, hogy az lesz a vége, hogy legyen meg a te akaratod. Én ezt nagyon szeretném, de legyen meg a te akaratod. És biztos, hogy ez az üdvös. Ez a boldogító. Mostában beszéltem fiatalokkal, megdöbbentő helyzeteket láttam. Az egyiket elhagyta a kedvese, akivel házasságra akart lépni, és hát az volt a szíve vágya, imádsága, hogy hadd kapjam vissza. És amikor megkérdeztem tőle, hogy mi neked a legfontosabb, akkor úgy elgondolkodott, hogy hát talán lehet, hogy nem ez lenne az élet célja, hogy visszakapja a másikat, hanem talán az Úristen az lenne a jó, hogyha az Úristen intézni a dolgait, és ő ezt el tudná fogadni. A másik pár esetében házasságkötés előtt kiderült, hogy az egyik fél rákos. És nem mer így belemenni a házasságba, mert miért terhelje ezzel a másikat. És persze, hogy az a kérésük, hogy Istenem, gyógyítsd meg. De a nyílt, őszinte imádságban kell, hogy formálja a lelket az Isten. Hogy az legyen a vége, hogy legyen meg, ahogy te akarod. Vagyis mondhatnánk úgy is, hogy én ezt szeretném, de sokkal fontosabb az, hogy tarts meg engem a szeretetedben, Istenem. Mert én lehet, hogy olyat kívánnék, olyat kérek, ami a te programodba, tervedbe nem fér bele. Szeress, tarts meg a szeretetedben, és aztán tégy, amit akarsz, mint ahogy az egyház atya is ezt tanítja emberek között is ez a mérce, szeress és tégy, amit akarsz. Mert aki szeret, az nem fog rosszat tenni a másiknak, és az Úristen szeret. Ő maga a szeretet. De
Tehát ha emberek között igaz, hogy szeress és tégy, amit akarsz, akkor az Úristennél még inkább igaz. Szeressen, és aztán tegyen, amit akar. És majd, hát lehet, hogy itt még fáj, vagy most még fáj, de majd, amikor annak az ideje elérkezik, akkor majd meglátom, hogy szeretetből csak úgy dönthetett az Isten, ahogy döntött. Lehet, hogy nem hallgatta meg a kérésemet, de szeretetből döntött. Lehet, hogy elvett valamit, amit én meg akartam tartani, de szeretetből döntött, és az csak jó lehet végül bizonyára. A felséges Istenhez kiáltok, Istenhez, aki mellém áll. Mellém áll és segítséget küld, mellém áll, vagyis nem azt ígéri, hogy megadja, amit kérek. Mellém áll és segítséget küld, hogy könnyebb legyen nekem, hogy elviselhető legyen, sőt, örömöt készít minden körülmények között. Nem azt mondja, hogy megadja, és mégis egyetlen válaszunk lehet erre, tegye úgy, ahogy jónak látja. Istenhez kiáltok, és tudom, hogy mellém áll. Tudom, hogy szeret. És aztán adja meg, ami ebből a szeretetből jön, és az úgy jó lesz. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, kérünk, add meg nekünk azt, ami a szeretetedből telik. Add meg földi életünkben, aktuális gondjaink és feladataink között, add meg, ami szeretetedből telik. Hadd fogadjuk nyitott szívvel, bármi legyen is az, tudva, hogy te mindent a javunkra teszel. Csak kérünk, add meg, ami javunkra van, és hadd vegyük észre, hogy tőled kaptuk. Urunk, kérünk, add meg majd végül is, ami javunkra van. Segíts minket úgy élni, hogy közel lehessünk hozzád, hogy a te közelséged boldogíthassa az életünket, és segíts majd, hogy átléphessünk a te országod kapuján, hogy beléphessünk hozzád Jézus Krisztusért, ott már mindenféle különbség nélkül, ott már nem lesz érdekes, hogy hol keresztelkedtünk, milyen templomba jártunk. Urunk, kérünk, add, hogy ott majd mindnyájan és egyházaink népe együtt dicsérhessünk téged örökké. Kérünk, hallgass meg minket, amikor együtt így könyörgünk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Isten békessége, amely minden emberi értelmet fölülhalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat. A Krisztus Jézusban. Amen.